Tears. I would happily plunge into your darkness if I knew that I could make it right. Az elején, a karrier kezdetén, amikor elkezdődött ez az egész zeneírás folyamat, akkor persze láttuk a két utat menedzsmenttel, hogy hát ha Magyarországon szeretnék igazán sikeres lenni, akkor magyarul kell énekelni popos, négy akkordos kis laza dalokat. Viszont az én szívem az nagyon ehhez húzott, ez a nagyon finom, lightos, kicsit lassabb, érzéki dolog, ami tudtam, hogy bevállalós, tudtam, hogy nem biztos, hogy meg fog tölteni vagy Budapest parkot akár, de nem is ez a cél, nem ez motivált, hogy itt tömegeket mozgassak meg, csak így jó alkotni, és azt választottam végül, amivel tudok azonosulni, és egyébként itthon nagyon meglepődtem, hogy mennyire fogékonyak az emberek, és hát külföldön ezzel a műfajjal is sokkal könnyebben tudok érvényesülni. Most New Yorkban voltam, egyébként ez félig vakáció volt, de mindig próbálok azért szervezni koncertet. Klipet forgattunk kint, ez nagyon izgalmas. És a Balkoni TV-be is sikerült eljutnom egy felvételre, ami nagyon nagy álmom volt. Elképesztő helyen tudtunk forgatni, úgyhogy sikeresnek mondhatom, és most jön még csak Berlin novemberben. I'm like a tower, I open up slow. Let's sing, just touch me, I started to grow. The more that I wait, the more petals will fall. Még csak a Flower van, meg egy ősrégi Balkoni TV felvétel. Ugye most már van két albumom, az utóbbi két évben sikerült elég zenét írni, viszont nincs elég vizuál hozzá, úgyhogy most ebben az évben abszolút vizuálra koncentrálunk, szóval fotózások, klippek, ilyen arculati dolgokra ráfekszünk, mert az a tapasztalatom, hogy az emberek annyira nem keresgélik így a zenét, sokkal inkább fogékonyak a dologra, ha látják is, hogy ki ez. I'm like a flower, I open up slow. But since you touch me, I started to grow. Nem vagyok túl exhibicionista. Jó, sokkal jobban szeretek írni, zenélni, meg így alkotni, de a vizuális anyag megalkotás is nagyon-nagyon izgalmas. Tehát azt is nagy részét én találom ki, meg az is egy ilyen kreatív folyamat része, hogy van egy dalom, és ahhoz én mit látok, és akkor megpróbálok megcsinálni. Nekem van még fejlődnem szereplés szinten, de nagyon élvezem kitalálni, hogy képileg mi legyen a zenéhez csatolva. You give your own, then I get only a part of you. Azt is láttam, hogy itthon van ezzel a zenével, ez a műfajjal egy plafon, és ez nekem mondtam már nem annyira kihívás, főleg, hogy tényleg nem nagyon szeretnék magyarul még énekelni, vagy így nem ez a... most nem az inspirál, hogy magyarul írjak, úgyhogy most nagyon a külföld az irány. Egyébként nagyon macskás vagyok, szóval furcsálom, hogy ide jött hozzá. Hát ebben érzik, hogy én nem az ő csapatukban játszom, de egy cuki.